Már, hogy elkezdődött a tanév, de egy sereg iskolába rengeteg gyermeknek, rengeteg diáknak még mindig nincsen tankönyve. Az a helyzet, hogy az átszervezés, ez a túlzott és rosszul végrehajtott központosítás, ami a közoktatásban zajlik, már a tavasszal megmutatta a tankönyvpiacon is a jeleit. Az a helyzet, hogy a tankönyvek kinyomtatásánál, előállításánál, kiszállításánál úgy látszott, mintha részlet problémák vannak, aztán mára, durván másfél hónappal a tanév megkezdése után kiderül, hogy ezek bizony nem részproblémák, az egésszel van a baj. Így aztán nem véletlen, hogy azok, akik évtizede tankönyvvel foglalkoztak, ellátták a magyar iskolákat, a magyar diákokat, gyermekeket millióféle tankönyvvel, azt írják ma megjelentetett és az MTI-hez eljuttatott nyílt levelükbe. Ilyen káoszra nem volt még példa. A tankönyves vállalkozók országos testülete szerint, tehát nem egy párt, nem az ellenzék, hanem ezzel a témakörrel évtizede foglalkozó szervezet szerint általánossá vált a bizonytalanság a tankönyvek körül, és a kialakult zűrzavar a gyerekek tanulásában is fennakadást okoz. Úgy látják, súlyos gondokat okozott a gyermekeknek, a pedagógusoknak, a szülőknek az eddig még sohasem tapasztalt mértékű tankönyvhiány a tanévkezdésről, és idézet, a kormányzat kommunikációjával szemben sokan még most, október közepén sem kapták meg minden tankönyvüket, pedig a szülők már júliusban, augusztusban kifizették azt. Néhány nappal ezelőtt egy konferencián elhangzott egy pedagógustól, egy minden hétköznap gyermekekkel, diákokkal foglalkozó pedagógustól, hogy őnáluk, ahol durván 500-an tanulnak, 170 gyereknek, államtitkárasszony, 170 gyermeknek nincsen még tankönyve, október 18-án, így aztán úgy segítenek az iskolán belül, hogy azoknak a tankönyveit, akik megkapták, ott helybe fénymásolják, majd a fénymásolás költségét felszámolják a Klebelsberg intézmény fenntartó központnak. Ez aztán a legjobb megoldás. Október 18-án arról hallani, hogy miközben önök azt ígérték, hogy egy olyan cégnek, a könyvtárellátónak, aminek egyébként semmilyen előzménye nincs a magyar tankönyvpiacon, sohasem foglalkozott tankönyvek nyomtatásával, szállításával, most aztán jól előkészítve úgy gondolják, hogy több mint 1 millió magyar diáknak, gyermeknek ez a cég fogja elkészíteni, kiadni, illetve beszedni a pénzt. Most itt állunk október 18-án, és magyar pedagógusok arról beszélnek, hogy ők helyben az iskolában fénymásolják a diákok számára a tankönyvet, a fénymásolás költségét meg a központi költségvetésből a Klebelsberg intézmény fenntartó központ számára biztosított keretből kell, hogy ismételten kifizessék. Ez aztán az ingyen tankönyv. Tényleg a legkitűnőbb példája annak, hogy lehet valamit, ami egyébként jó cél, elrontani. Tisztelt államtitkárasszony, azt kell mondani, hogy ez már egyértelműen a magyar közoktatás rombolása. Ez nem hiba, nem vétek, nem arról van szó, hogy egy bizonyos részletet valami kis hibán elcsúszva nem tudtak megoldani, hanem ez rombolás. Leromboltak egy jól működő piacot, se jobbat, se újat nem tudtak teremteni. Ennek eredményeként pedig az iskolákban a gyermekek, a pedagógusok és azok a szülők, akiktől beszedették a pénzt júliusba meg augusztusba, ezek a szülők ugyanis már réges-régen fizettek azért a könyvekért, amit még október közepére nem szállítottak ki, és a gyermekeik nem kapták meg. Na ha valami, hát ez a szégyen. Ez a szakmai szégyen. Október közepén tehát ott állunk, hogy a tankönyvekkel foglalkozó szervezet gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint mindenki, aki látta, hogy önök milyen szakmaiatlanul, milyen hozzáállással és mennyire szerencsétlenkedve végezték el. Ez együtt okozza azt, aminek kárát most magyar diákok, magyar pedagógusok és magyar szülők látják. Ez szégyen, államtitkárasszony. Köszönöm szépen!